Edward King, English King. Nincs rajta semmi ing. It isn't rajta ing. Mégis king. British king. Only palást rajta. Beauty japáni fajta. But nem azt nézte bárd, hanem hogy kiabált. How many river, ja? En szántója nagyszerű. How many a pogány? In the Wells tartomány. The people is happy right a szír. Nincs más information. That's a pontos hír. Montgomery is the castle, hol aznap évnénk aludt. Mr. Montgomery rigliszte a kaput. Hamburgert, fishet, s mi jó falat. Mi szemnek szájnak splendid. Hundred szolga, mint hotel boy, a király felé lendít. Ti urak, ti hétvány dogok! Hát ne éljen Eduard, a király így dohog. You misters, you wealthy bulldogok! A királyi high life, it's a big dolog. Edward King, English King, mindent a Lord Mayorra kent. Of course, hogy legvégül nem lett happy end. Hölgyeim és uraim, a Sóder színpadán Fábri Sándor higiéniai menedzsere Ilonka néni. Köszönöm szépen. Hoztam egy kis fogását. Köszönöm szépen, Ilonka néni. Na, Ilonka néni, van csinál. Egy új porolom. Magic JP. Poroló. Magic poroló. Magic poroló. Négy elemmel működik, ez most már EU-kompatibilis, ez kék. Isteni, ja, jó estét kívánok a kedves közösségnek. Hát most már én nem először vagyok itt, ugye? Ja, Istenem, magától bekapcsolódott a porolom. Arra vigyázzunk, az félreérthető, Ilonka néni. Hát az én koromban, hát most töltöttem a 89-et, hát itt lehet itt már félreérteni. Ilonka néni. Bár mondjuk fönn vagyok az IV-ben. Ilonka néni, hát aki vigyázz, akar, elér. Hát nézze, így 89 felett mondjuk a szex már annyira nem dominanciázik. Épp az volt a baj, ugye, hogy volt egy rendes ember, ugye, Feri. Hát segítettem neki mézet pergetni, meg együtt néztük a tévét, meg a legnagyobb meghítség. Mi volt a baj? De ő kuruckodni akart. Kuruckodni akart, hajoltam be a zsöndicébe, hát már húzkodja felfele a szoknyámat. Hát mondtam neki, Feri, ezek az idők már elmúltak, de mindegy, hagyjuk be, zavarba jövök. Ilonka néni, nagyon jó a pogácsa, de azt tudja, hogy a libamáj meg hungarikum lesz. Micsoda? Hogy nem lehet tömni, hogy baj van a libákkal. Ezt a Ferinek is mondtam. A Feri is ezért mentem, mert nem hát én nem tudom, a Feri hungarikum volt-e, de... Hipermarketekbe jár vásárolni, vagy nem piacra? Oda sose, nem járok sehol se vásárolni. Az van, amit megtermelek, mert 44-ből van egy három mázsa konzerv. Nézze, Gabika, nekem van egy harci cicám. Harci cicám, ez a behemót. Hát kérem szépen, mikor volt a Csernobil, aztán kötéségért a saláta, ez akkor született. Pillanatilag, hát négy lába van, pillanatilag 120 kiló, szekrény tetején lakik, le kellett pucolni az összes lekvárt, aztán jött a tiszti orvos, azt át akartam minősítetni pár utcán. De mondtam, hogy nem lehet, ez egy cica, csak egy cseppet nagyobbra nőtt. A szomszédban lakik három pitbull, ezt meglássák behemótot, így mennek hátrafele nyüsszítve. Én nekem már pénzre lényegét tekintve nincsen szüksége. Na de hogy nincs szüksége? Nincs szüksége. Hát most jön a gázáremelés. Jaj, hát a gáz az nálam megvan oldva. Hát honnan csatolja? Megvan oldva. Hát az uram 58-ban jött haza, hadifogságból. Azt mondja, a németek itt hagytak egy 400 kilométeres lángot. Az cseppet így földugta a gázvezetékre, az én uram. Azt úgy jött haza, hogy így a csizmájával így elkapálta. Így jött 600 kilométert, úgyhogy nálunk 58-ban benn volt a gáz egyenesen a Szovjetunióban. Úgyhogy... Arra nem nagyon költött. Dolgozott urámányában, az megvan neki a vatapufajkája, az most is világít.
Az nagyon jó, azt kirakom, ugye az nappal kicsit föltöltődik, világít, úgyhogy a fürgeújakat át tudom nézni, meg a kalendáriumot. Amikor a mi falunk 28-szor cserélt gazdát, azt mondanám el magának? Az uramnak volt egy Hitlerképje, egyik fele Hitlerkép, másik fele Stalin. És forgatták. Az egy hétig azt csináltuk, hogy javol, da, javol, da, javol, da. Én vagyok a faluban a térfigyelő rendszer. Hát nálam minden irányba ifa visszapillantó tükör van, még periszkópom is van. Hát maga hozzám begyön egy kávéra, 5 perc alatt megtudja, mi történik a faluba. Na de hát akkor ki az, akihez délelőtt nem az ura jár, ki az, akinek lejárt a jogosítványa, az ki az, aki éppen a rácsos pihenőből jön. És még nem kereste meg a politika, hogy egy picit komolyabb jelentéseket érjen? Dobáltak a biztonsági hivataltól. Na és mi lett? Behemót elzavarta őket. Nézd, egyedül vagyok, én már lényegét tekintve nem költök. Ugye, a reggelit azt átasszom. Délbe csinálok egy kis hamis krumpli levest, este meg megnézem a tévében a vacsora csatát. Aztán így el vagyunk. Tessék kérdezni, majd aztán nekem is lesz egy kérdésem, Gabika, lehet? Gabika, maga így a tévébe forgolódik. Mi az, hogy celeb? Hát, az de milyen kurva féle az? Miből gondolja, hogy az? Hát nem tudom, csak én mindig látom, hogy a celebek ide-oda mennek, vonulnak, az történik. A mai Ne újságban van egy címlap, azt mondja, Kapó Zsóka és Kabarás Iván rejtett szerelme. Rejtett! Az ott vannak a címlapon ekkora betűkje. Na de Ilonka néni, és a politikus celeb? Nem, de hogy nagy az biztos. Ezt tudnám mondani. Hát köszönöm szépen, Gabita, ennyire gondoltam. Helyes, így kell csinálni. Azt hiszem, nem vagyok egyedül, többen is vagyunk avval, hogy várjuk a Dunaszerdahelyi videót. Hogy mi történt ottan. Lassan készül el a vetíthető változat, ennek számos oka lehet. Az egyik, hogy azt hitték, hogy ha visszafelé vetítik, akkor a rendőrök védekezni fognak. Sokáig tart, amíg a szlovák kommandósokra rátrükközik a magyar egyenruhát. A viperákat blue box-szal virágra cserélik a rendőrök kezében. Ez is macerás. Aztán kerestek felvételeket békésen szurkoló szlován drukkerekről, de sajnos csak egy ritmikus sportgimnasztika bemutatóról szóló tudósításban találtak ilyet. Az viszont nem a stadionban, hanem egy tornacsarnokban volt. Rájöttek, hogy a magyar szurkolóknál nem is Nagy-Magyarország térkép volt, hanem egy Csehszlovákia föld adat. Kérem tisztelettel! Én azt gondolom, hogy a helyzet tartatatlan, a szlovák-magyar viszonyon javítani kell. Mi szeretnénk nyugodtan menni, síelni, sörözni, knédlit enni, Tátrába kirándulni, Párkány-Storovóba átmenni, Párkányi hídon átmenni. Hát kérem szépen, javaslataink a szlovák-magyar barátság javítására. Azonosító szám nélküli szlovák és magyar rendőrök együtt verik a szurkolókat, hol itt, hol ott. A magyar rendőrség 10 000 darab felvidék visszatér feliratú gumibotot ajándékoz a szlovák rendőrség. Kiszeltünde knédlinek öltözve, szlovák sört csapol a Fradi meccseken. Ferenc testvér hazavisz Dunaszerdahelyre egy eltévedt szlovák kislány. Csonka András a pozsonyi vártorony ablakában minden délben elélekli a dingdongot. Szlovákul. Mindkét országban két nyelvűre cserélik az összes feliratot, németre és angolra. De egy csodálatos festményt is el tudok képzelni, amelynek címe szlovák-magyar megbékélés. A távolban Krasznahorka büszke vára, alatta a két történelmi vezér, Fecó és Ficó. Ferenc felréved a várra, szemüveg nélkül. Szemüvege ugyanis Ficó baljában pihen,
mert ő egy árpácsávos törlőkendőt igénybe véve tisztogatja azt. Szabad jobbjával eközben átöleli Ferenc Nátszál derekát. A háttérben Gönc Kinga széltől tépett lobogó hajkoronájába szlota csókol bele így a huncutkák közé. A háttérben a szlován Bratislava, a Dudaszerdahely, a Zlate Moravce, az Újpest és a Ferencváros szurkolói vidám szíves kavalkádot alkotnak. Az égből mosolyogva tekint le a megjuhászodott szlovák és magyar népre Szvatopluk és Árpád vezér. Dörflinger Dodinak az öccse sebész egy rendelőintézetbe, és hát egy kisebb hátsó korrekcióra volt szükségem. A kipufogót meg kellett sallerozni. Még akkor nem tudtam, hogy egy adótlanul lelkembe kis rőzsadalokkal mentem, és ugye mindig el szoktam mondani, hogy soha nem szeretek betegek előtt bemenni, hanem inkább akkor megyek, amikor nincsenek. Tehát például van egy isteni urológusom, ugye ő szokta kérdezni, hogy Fábri úr tudja, mi ez? Hát mondom, ez a doktor úrnak a középső ujja, ez az én szemem. Kurcsány Ferenc szép kiejtési verseny. Általános iskolások bérhetik össze majd tudásukat az öszödi beszéd mondásában, vagy a halotti beszédtől az öszödi beszédig. Vitaműsor Kosári Domokos és Fekete Pákó közreműködésével. Ingyenes poligráfmérés a Városligeti MSZP sátorban. A beszéd újra megjelenik remix formájában, DVD-n összevágva Kádár János utolsó beszédével. Illetve szinkronúszó jeltolmács csoporttal. Kérem tisztelettel, van egy drága kedves barátom, szoktam róla időnként beszélni. Ő mellkassebész professzor Pécsett, most nevezték ki professzornak. Egyébként a hadijátékok lelkes kedvelője, tehát fiatal korában a családnak lövészárokba kellett mozogni hétvégeken a kertben, és az iperni gáztámadást modellezni. Sietett valahova, csinált valami kis szabálytalanságot. Jó napot kívánok! És ez úgy látszik, ez a rendszerváltás után 20 évben is van ez a gumibottal való ilyen tenyérütögetés, majd gumibot hátratéve ez a térből való finom rúgózás. Na most hát a Tamásnak eléggé fölvett az agya, nézegeti a rendőr, ránéz, azt mondja, tudjuk, hogy ez a mondat mit jelent, aztán hát mit csináljak magával, Tamás? Ugye ez a megbeszéljüknek az előszobája. Hogy most súlyosabb szavakat ne használjunk, ugye? 150 bruttót keresek, de 3-at kapok készhez. Azt mondja, hát mit csináljak magával, Tamás? Azt mondja, először is szólítson professzor úrnak. Azt mondja, igen? Hát professzor úr, akkor ez 50 ezer forint. Hát ezért nem kell túlságosan overkodni. A most következő történetnek a szálai ismét le... Itt van Orbán elmondott, nem is beszéde, ugye? Amit ugye nem az övéi között mondott el, hanem éppen nem az övéi között, lehallgatta a titkosszolgálat, ha nem, akkor a kéri adta volna oda kazettát. Igazából a szöveg senkinek nincs a kezébe, ugye? Tehát mindenfélét mondtak össze-vissza. Tehát nem tudjuk lényegében, de ez olyan, hogy összödi beszéd, és ő is hazudik, ez egy hazugság beszéd, mocskos fasisztája, hazudik ilyen nappal. Nagyjából a következőket lehet tudni. Arról, amiről sem hiteles szöveg, sem hangfelvétel, semmi nem áll rendelkezésre. Orbán leállítja a 4-es metró építkezését, nem akar autópályákat, a nyugdíjakat befagyasztja, Gyurcsány idióta, sokunknak sok minden fog fájni, a magyar gárdával azt fogja csinálni, mint Horthy a nyilasokkal, kioszt neki 2 pafont, az hazazavarja őket. Na, ez hasonlít az öszödi beszédre, Kéri László cáfol. Jó. Egy hónap múlva. Én nem mond. Orbán hasonlít Horthyra. Ezért le akarja állítni Gyurcsányt 2 pofonnal. Az autópályákat befogyasztja,
A 4-es metrót a magyar gárda fogja építeni, ami sokaknak fájni fog. Az összödi nyugdíjasok cáfolják, hogy úgy beszélnek, mint a nyilasok. Kéri László egy idióta, haza kell zavarni. Egy év múlva. Az idióta Orbán kihoz 2 pofon minden nyugdíjasnak, és hazazavarja őt. Aztán lefogyasztja Kéri Lászlót, ami fájni fog neki. A nyilasok autópályát fognak építeni Horthy tiszteletére. Gyurcsány olyan beszédet mond, hogy még a 4-es metró is leáll. Az összödi magyar gárda mindent cáfol. 10 év múlva a nyugdíjasok idióták, mert autópályát akarnak Gyurcsány tiszteletére. Kéri László hasonlít Horthyra, ami teljesen lefogyasztotta a nyilasokat. A magyar gárda 2-szer is felpofozta Orbán Viktort az összödi beszédért, aki nem cáfolja, hogy fájt neki. Mindenkit hazazavarnak, aki 4-es metrót akar építeni. Balázs a Székely Góbébe megy egy étterembe, rendel 3 deci bort és egy marha pörköltet. Megkortyintja a bort, landul a marha pörkölt, átnéz, hát ott nagy lendülettel rántott szeletet esznek, azt mondja, hát elnézést, nem kaphatnék a pörkölt helyet. Egy rántott szeletet, hogy ne tessék parancsolni, visszaviszi a pörköltet, hozza a rántott szeletet, Góbé jó ízűen megeszi, lekortyantja a bort, elsimítja a bajszát, jönne a fizetés, azt mondja, hát mit szabad számolnom? Azt mondja, hát volt 3 deci borom. Na és a rántott szelet? Hát azért odaadtam a pörköltet. Jó, de azt se fizette ki, de nem is ettem meg. Megvan? Esténként itt, hogy bizony a történelem oktatással rettenetes bajok vannak, arra gondoltunk, hogy miután a való világot ellenben mindenki nézi, hát, ha való világ nyelvezette, szörnyű az ötlet, de minden. Kérem szépen, a Harry Potter az egy szarság, de a tanárok már megelégednek, mert ahhoz képest, hogy semmit nem olvas a Nebuló, még ezzel a szar Harry Potterrel is el vannak, vagy megelégedettek. Szóval, végig gondoltuk, hogy a történelmet hogyan lehetne tanítani. Érdekel ez a téma, csávó? Jó van. Hogy lehetne a történelmet tanítani való világmódon? 997. Az első testvérpárbajból István kerül ki győztesen. Koppányt kiszavazzák, aki ezek után roadshow-ra indul, és egyszerre haknizik az ország 4 pontját. Értettük? 1222 kiadják a villaszabályokat egységes szerkezetben, Aranybulla néven. 1241 a törtetők közül Batukán költözik be népes rajongótáborával. Kiszavazások után 4. Béla úgy dönt, hogy kővillákat épít a további párbajok elleni védettség megszervezése érdekében. 1458 a gazdag nézők erősen emeldíjas SMS-ekkel Mátyás királyt szavazzák meg VV nyertesnek a Duna jegén, aki előbb VV Katalinnal, majd VV Beatrix-szel vonul el a nyugi szobába. Fődíja többek között egy luxus apartman Visegrádon, és több ezer forint értékű álruha utalva. 1514! 1514! Dózsa György az interjú szobába kerül, ahol egy vasszéken ülve erősen megizzasztják. 1526. Mohácsnál a villalakok párbajt veszítenek a török Big Brotherrel szemben, akik 150 évig nem is engedik ezek után kiszavaztatni magukat. 1848. Fiatal villalakok sok jelet raknak V. Ferdinándra, aki nem V. Ferdinánd, hanem 5. Ferdinánd, nem érdekes, és megpróbálja kikiáltani villafüggetlenségüket. De végül az oroszok belecsinálnak a jacuzziba, így hosszú időre mindenki büntibe kerül. 1956. A villalakok összefognak és elkergetik a nagytestvért, de az oroszok megint belecsinálnak a jacuzziba, aki csak tud elmenekül a villából és jelentkezik egy amerikai tehetségkutató verseny. 1989 rendszerváltás a való villában, amelynek következtében néhány hónappal később ismét bevezetik a demokratikus SMS szavazásos rendszer, illetve a villa működését szponzori alapra helyezik. 2011 új villaalkotmány születik, miután a nézők 2/3 többséggel beszavazzák VV Viktort. És hogy miként folytatódik a való világ története ezután?
ez csak rajtunk, játékosokon múlik. Jó estét kívánok! Köszönöm szépen! Ahol Edut találtam egyébként, jó estét kívánok, Bödöcs Tibor vagyok. Pécsen találtam Edut abban a kocsmában. Ott leszálltam népem közé, mint Bartók Béla, és gyűjtöttem egy névtelen anekdótát is. Pécsen történt a dolog. Utazott a helyi járaton egy pumacipős a csuklóban. Egy pumacipős, pumanadrágos, pumapulóveres, pumahátizsákos, puma sapkás fiatalember, és egy kisfiú az anyukájával nézte vágyakozón. A történet a gyermeki kreativitásról szól, de nem akarom befolyásolni a befogadókat. Szóval utazott a kisfiú, nézte a pumát. Édesanyám, mikor vesz nekem ilyen cuccot, amin így ugrik a jó szár? Nagyon jó! A múltkor az első sorokban plastik playboyok ültek botox barbiaikkal, felépenek helyen. Mert a mellével egy is elégedett, az agyával igen, oda nem akarnak bejutatni. Agyszilikon, de lehet olyan plasztikai sebészet, hogy olyan arcod var, mint hogyha olvasott lenne a csaj. Nem tudtam lekötni a hölgyeket, szivárogtak ki a műsorról. Kérdezem a csávokat, eddig voltak kifizetve a csajok? Mi, he? Ugott a kaució, mi van? Nem tudtam, hogy mikor vagyok nagyobb veszélyben, hogyha megértik a poént, vagy ha nem. De én naív vidéki fiú vagyok. Azt se értettem soha, milyen az a naív festészet, hogy jé, ecset, jé, vászon, jé, este. Meg van a primitív festészet, hogy festő vagyok. Szóval naív vagyok, sokáig azt gondoltam, hogy a kábrióhoz az a szőke csaj, az jár, mint a pótkerék, meg az egészségügyi doboz, de nem, az utólag kerül bele, nem is gondoltam volna. De hülye vagyok végül is, mert a varburkossal jár a lucerna meg a permetelő. A bácsiába se ül benne a román ember kalapba, az később kerül bele. Az valaki használta már ezt a dobozt? Ez a kis piros, van benne három ekkora gézlap, meg ennyi kis alkohol, úgyhogy ha elütsz egy vakondot, akkor el tudod látni, és szolidan megünnepítek. Ha, vakond, túlértük! Volt itt szó a párkapcsolatokról, magam is megnősültem, mint Vilmos Herceg, aki elvett a Katit. Királyi esküvő volt, és még 2001-ben erről van szó, hogy a Kati az nem törzskönyves, nem királyi vér, nem fajta tiszta, ez volt a problémájuk. De hát a keverék az jobban ragaszkodik, nem tudom, mit aggódtam. Erősebb az immunrendszere, nem kell ezt. Néztük a szertartást, eleve nehéz lehet felnőni hercegként, mert a Vilmosnak a nagymamája van a fonton. Képzeld, öreganyám sütné a fánkot a 20 000-esre, az más hangulat az. És meg volt a szertartás, vitte haza a csajt Aston Martinnal Vilmos, biztos ő is járt, rutin, forgalmi oktatója is volt. Elnézés szűr, ha meg nem sértem a fenség. Újbá tűnik, hogyha így vezet a közeljövőben, fájdalom, de excusez-moi, szétbassza a kuplungomat. Megy a Bözsi néni viszi a kis táskáját, az autós táskát a faterom, viszi a kis ridiküljét. A királynő, nem tudom abban mi lehet, királyi műpénisz őrnagyi rangba, vagy nem tudom. Nézi, nagyanyám, majdnem olyan szép, mint a Brezsnyev temetése. Csak annak jobban örültünk valami. Szóval megnősültem, ez a lényeg, vannak ennek előnyei is a házasságnak. Ez csak hatásszünet, nem azért. Például nem kellett mennem idén már síjelni, a tavalyi szezonban még el kellett mennem, az volt az első síjelésem, 3 napot voltam, elég is volt. Mert én nem szeretem az extrém sportokat, számomra a létezés maga egy extrém sport. Ide születünk Kelet-Európába, ahol nem érdemes kihozanodni, mondta Bohmik Rabal. Úgyhogy nem érdekelnek az extrém sportok. Mondták, hogy kell bérelni sítanárnőt, nem kell nekem sítanárnő. Vágtam én már disznót tükörjégen. Eserelt bonyolultam, meg ekkora kis gráci óvodások úgy jönnek, mennek, szalomoznak az ember lába között, mint egy pedofil püspök. Nem akarok általánosítani. Egy-két püspök itt Németországban, Írországban félreértett egy mondatot az evangéliumból. Engedjétek hozzám a gyermeketet. De ne ennyire! Szóval szalomoznak a kis köcsögök, és mondtam, nem kell nekem sítanárnő, mindenki röhögtem, mert úgy mennek a sí cipőbe, mint a John Travolta a szombatesti láz elején. Felvettem, én is úgy mentem benne, majd a sílécet helyeztem fel. Egyszerre 600 felé indult el, mint a robbantott ábra katalóguson, a mesterembere garázsában van ez a robbantott kapálógép.
Nagyon megalázó, hogy szalomoznak a gráci kis gyökerek. Szól a szörnyi osztrák popzene, Mozart. Éppen jó estét kívánok! Kislányom tegnap beverte a hisztit, azt mondja az anyjának, anya, ez nem igazság, úgy bánsz velem, mint egy muzulmán gyerekkel. Nincs még 5 éves. Hát nálunk otthon ilyeneket nem hallhatott. Én nem tudom, hogy mire gondolhatott. Hát régebben volt ilyen, persze. Kérdezte, hogy mit nézzük, migránsokat, vagy a rajzfilmet, vagy nem tudom, valamelyik mesecsatornát. De hát most már ezt se nagyon nézzük. Ellenben, hát most elénekelhetnénk a Különös Szilveszter című dalt, ugye, ami Kölnben és még 5-6 európai városba lezajlott. Hát a szilveszter estében benne van természetesen a másik nemnek a megközelítése, de a jelek szerint annak idején azért igyekeztünk őket is bevonni ebbe a dologba, ugye? Avagy ahogy mondani szokták, csak félig volt erőszak, tisztelt bíróság, én benne lettem volna, csak a csaj tiltakozom. Na most, hát nem, hát az azért durva, nem? Amikor, köszönöm szépen, amikor mondja a csaj, hogy 3 új volt bennem. Hát hirtelen nem is tudom, még orba is, vagy ezt nyilatkozta valaki. Igen, igen, igen. Hát, jó, de nem ez az érdekes. Heller Agnes coming out-olt. Azt mondta, a háború után őt is sokan zaklatták. Hát, hogy milyen kavarodás lehetett ott, komolyan mondom. Én tényleg egy tiszteletben álló, köztisztelben álló idős hölgyel, ugye én nem akarok azért így ebben a formában poénkodni. Zárójelbe, ugye ő azt mondja, hogy ő megérti a migránsokat. Hogy hát jó, hát tombol a tesztoszteron, nincs pénzük csajokra, de hát oké, hát egy kicsit kis fakultatív alsó mintavétel. Vagy ez, vagy az, de miért kell ellopni a mobiltelefonját is, nem? Tehát tényleg egy megszálló hadsereg viselkedik így. Hát én nem tudom, hogy Heller Ágnest annak idején kik zaklathatták. Anyukám akkor 32 éves volt, nagyon szép nő, és milyenek a nők természetesen, ugye Budán még dörögtek a koltok, ő már a Gróf Andrássy Gyula útról elsétált a Király utcába, mert ott már kinyitott egy fodrász. Ugye hát egy nőnek mi a legfontosabb, ugye? Fater próbálta trancsírozni a fagyott lovat, Mutter meg elosod fodrászhoz, bundába, tolboába, csak mire hazaért, addigra 24 orosz katona biztosította a szerelméről, hogy finoman fogalmazzak, és akkor gyorsan bunda le, kis szénnel arcod be, azt a szót, hogy bolen, bolen, hogy beteg, beteg, ugye azt mindenki megtanulta. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy persze bizonyos szempontból ez is érthető, hangsúlyozom, az oroszok is kombinálták volna ezt mobiltelefon lopással, csak akkor az még nem volt. Ők kombinálták órával, meg hát nem tudom, ami ugyebár tetszett. Na most kezdenek, ugye a történettudomány kezd hát bizonyos információkat csöpögtetni egy az eddigiekkel abszolút nem összefüggő, most jelent meg az Ungvári Krisztiánnak a könyve, a megszálló magyar hadsereg Ukrajnában, és ebben azt írja, hogy a sztálingrádi csatában, sztálingrádi csata, 43, von Paulus, háború fordulópontja, olyannyira fordulópont volt a háborúba, kevesen tudják, hogy mi volt addig a szovjet himnusz 43-ig. Az Internacionálé, ugye, amit még Bajnai Gordon is egész ügyesen ottan el, egész ügyesen elplébekkelt. Na most Krisztián nem kevesebbet állít, kedves barátaim, mint hogy a sztálingrádi csatában a németek oldalán harcolók 40%-a szovjet állampolgár volt. Hú, hogy van ez? Hű-hű! Ebből szerintem világbotrány lesz, ugye? Tehát amit mi nem tudtunk, mert hát ezt elfelejtették velünk közölni, hogy az összes kaukázusi nép átállt, ugye első körbe. Az ukránok, a beloruszok, ugye tehát minden kis nép, ugye, aki nem volt par excellence orosz és főleg szovjetszki cselovek, ugye az első körbe mind azt gondolta, hogy majd a németek ugye felszabadítók lesznek. Hát ez nem így történt, de hát azért ez, ha ez igaz, hát ezt írja egy nagy történész. Attól még persze lehet, hogy nem igaz, de hát elgondolkodtató.
Na de térjünk vissza, ugyebár a zaklatásra. Így jön az én negyedrész székely nagyapám, dr. Kovács Jenő, magyar latin görög szakos középiskolai tanár, aki a Pázmáneumba kezdte pályafutását, ahol a Pázmány Péterről elnevezett akadémián elvileg papokat képeztek. Írd fel Pázmáneum, és akkor otthon megnézed részletesen, jó? Mert láttam az arcotokon, hogy egy, kimondtam, hogy Pázmáneum is így fellángolt. A pofikátok olyan érdeklődést mutattatok ezért, hát, és aztán ő kiugrott, ezt már elmeséltem, és akkor Kolozsvárot végezte az egyetemet, elvette nagyanyámat, és hát így áttételesen a magyar kabarét, hát egy ilyen csodálatos őstehetséggel ajándékozta meg, mint amilyen én vagyok, ugye, szerénységeltársak, szerénység, de ezt tényleg csak a poén kedvéért mondtam. Na most, azért kell ezt tudni, ők a József körút 37-39-ben laktak, nagyfater volt a házparancsnok. És az oroszok ugye úgy jöttek furmányosan, hogy nem az utcán, nem a kapun csöngettek, hanem a Lichthofokon jöttek át. Ugye a házak elvileg össze voltak kötve, hát ahol nem, ott csináltak helyet. Tehát nem volt ez olyan rettenetes nagy probléma. Na, szerencsétlen nagyfater még egy-két orosz mondatot is megtanult, egy kis ezüst parancsnoki laposba, ami hát később kiderült, hogy durva taktikai tévedés volt, egy dugi konyakot és 4 darab trabukkó szivart. Bekészített a másik zsebébe a bőr tartóba. Hát voltak szemtanúi az esetnek, hát nagyfater így reszkető kézzel tüzet nyújtott az orosz tisztnek, hogy mégis kedvező elbírálást nyerjen, mint Románia. Ittak egy korty konyakot, és hát annyira összebarátkoztak, lehet, hogy túlhúzta a gázkart a nagyfater, hogy azt mondták, hogy estére, hát ön a házparancsnok, jelöljen ki 6 nőt. Akit ők egy kicsit megmigrálhatnak. Vagy, hát nem tudom, hogy mondja. És itt jön a székely góbiság, és ezt tekinthetjük egy kis történelmi anekdótának. Nagyfater körbe ment a házba, begyűjtött egy kis tört aranyat, és elvándorolt a Konti utcai kuplerájba, amely szemben a közszolgáltatásokkal, amelyek szintén sokáig működtek, de a lányok 24 órában. Ezt egyszer nekik meg kéne köszönni. Hogy amikor dörögtek a koltok, hullottak a bombák, már semmi nem működött. A Konti utca nyilvános házban a hölgyek a József Attila jelszó jegyében dolgozni csak pontosan szépen. Ahogy csillag megy az égen, tették a dolgukat, és ezt köszönjük meg nekik ezúton. Kis tapsot tegyük ide. Na elég az hozzá, nem nekem ez nekik szól. Úgyhogy nagyfater elballagott a Konti utcába. Kérdezte a hölgyeket, hogy vállalnának-e külső munkát. Mondták, nagyszerű, minden kurvának volt aranybérleke. Ugye, mert már a pengővel nem igen szórakoztak. Mondták, hogy szép, ezt visszaadták, ez a pár gramm. Ez elég lesz, drága tanár úr. Este megjelentek, egy gyönyörű estét töltöttek szovjet barátainkkal. És a hölgyek becsülete, a házban lakó hölgyek becsülete meg volt mentve. Na most kérem szépen egy más téma. Nálunk két baj van. Két nagy baj van, ha van hó. Nézték Romániában, mi van? Na az hó, barátom. Az hó. Ugye? Nálunk a csaj már bejelentkezett, azt mondja, akár 3 centi hó is esik. De prima. Na várjunk, várjunk, akkor ez a 3 centi, ez elfüstölt, de bejósoltak mínusz 15 fokot, meg ilyeneket, meg hogy itt már nem tudom, hogy mi lesz. És ott áll a kis csaj, ugye, mindenütt van egy kis csaj, vagy egy butyulka, vagy egy mutyulka. Ott áll butyulka, és szemmel látodnak, semmi baj nincs. Hát butyulka tiszta a járda, de majd eshet. Ugye, tehát állandóan stresszbe tartani minket, ugye? Mikor hideg van, majd meleg lesz, mikor esik az eső, majd eláll, mikor eláll, majd esni fog. Tehát az a lényeg, hogy a média mindig egy kicsit ilyen egészségesen zaklatott állapotba, hát kánikulában már reggel lihegnek a rádió, hogy akár 38 fok, és akkor úgy átgondolod, hogy tényleg, hát régen is volt meleg, csak a mezitláb átmentünk az országúton, szedtük a lábunkat, mert égetett az aszfalt, azt jó napot kívánok, senki nem ment hővérővel a Duna partra, ugye? Még táskarádióval később talán igen, de hát elsősorban könnyű zenei műsorok céljából és sérelmére. Ja!
Burkina Faso. Erotikusan hangzik. Történt ott ez a szörnyű merénylet Mali alatt. Különben Maliba, abban a szállodában laktunk, amit nemrégében ottan megmerényeltek. Olyan bafőzedéket főztünk a Radisson szállodában az erkélyen gázpalackon, hogy az egész hihetetlen, és ugye én voltam az aznapi ügyeletes, femme de ménage, úgyhogy a kádba flottul mosogattam. Volt habfürdő, minden teljesen korrekten megoldottam a dolgot. Tudósítás a Burkina Fasói merényletről. Honnan? Kairóból. Kérdezi, az mennyire marad? Hát 4000 kilométer. De hozzá képest mégis közelebb van a tűzhöz. Hát ha Kairóba jobban informáltak a Burkina Fasói merényletről. Más. Ja, de ilyen szóhasználat, szóval nem függ össze. Jön a fonódó villamos. És fonódik, és isteni. Azt mondja a kis csaj, megszűnik a 86-os Budapest kultikus buszjárata. Mi az, hogy kultikus buszjárat? Várjál, de ráértem, megnézem a híreket egy óra múlva. Na hát, mit találnak ki? Azt mondja, megszüntetik az emblematikus buszjáratot. Én, tehát a kultikus figura az a John Lennon, hát nem a 86-os busz. Hát ilyen hülyeséget, hát nem? Érted, emblematikus, hát igen. A 60-as évek Magyarországának emblematikus figurája volt Szörényi Levente, vagy ha akarják, Kádár János, whatever you want, ugye? Ez de a 86-os busz, az egy órán belül kultikus is, majd emblematikus. Na várjál, kis csaj még rádob egy lapáttal, bucelka, én mindenki média szakos. Azt mondja, itt állunk a történelmi belvárosban, és látom, hogy lesi, hogy jön a hó. De hullára semmi. Teljes feketeség. Négerek harca az alagútban. Semmi. Egy szélpöty nincsen, ló. Semmi. Azt mondja, itt állunk a történelmi belvárosban a Ferenciek terén. Mondom, nagyon helyes, rád is fér egy imátot, mondjál el ott az atyáknál, egy kicsit belülről építkezzél, vegyél valami szépet az eklézsia üzletben nagymamádnak, nagyon helyes, jó, hogy ott kevergész. Itt állunk a történelmi belvárosban, a Ferenciek terén, és mögöttem a Szabadsághíd. Na most lehet bakizni. Hát a Markos Gyurin én is jelentettem már be úgy, hogy következik Nádas György. Tehát néha az embernél megcsúszik a kuplunk. Hát ilyen van. De hogy a stúdióban ki van, azt sem mondja, hogy te mucika, láthatnánk a Szabadsághidat, ha 6 háztömböt szétlőnénk, de ami mögötted van, a speciel ugye az Erzsébet híd. De hát mindegy, ez nem számít. Na most ennek az állandó félelembe tartásnak nagy mestere volt Fábri nagyapa, Lojzi nagyapa, 1625 milliméter, néha szoktam róla mesélni. Következőt csinálta. Gyerek elkövetett valami disznóságot, a teljes feszkó, azt mondtam, most már eltelt az idő, majd reggel számolunk. Hát a gyerek az szétizzadt a törpés pizsamáját, ha akkor lett volna, de nem volt, mert hálóig volt, ugye? És reszketett, hogy mi lesz reggel. Akkor az öreg elviharzott ebédnél, délután számol. Hát a gyerek az ezt húzta 3 napig. Szóval ez olyan, mint a halálos ítélet is bizonyos értelemben megváltása bizonytalanság után. Ugye? Tehát a legszarabb az az előzetes, hogy nem tudod, mennyit kapsz, mi lesz, hogy lesz. Szóval rettenetesen játszott Lojzi a lelkek orgonáján. Na most volt még egy másik apróság, hogy ő erdő- és bányamérnök volt Szászvároson, és egy hétig nem volt otthon. De kiadta a feladatot, hogy kigazolni, kavicsot elgerebjézni, nem ám akárhogy kánákat megöntözni, stb. Na most hát ezek egy hétig nem csináltak semmit, szombat délelőtt tébolyult. Ügykezelésbe kezdett mindenki, és rájöttek arra, hogy nem jó, ha minden rendben van. Mert az öreg megérkezett a hosszú lovaglás után, és az ebéden kívül a legnagyobb vágya az volt, hogy a 4 fiát végig pofozza. Statisztikusan, mert valami disznóságot nyilván úgyis elkövettek, ugye? És olyan feszültség volt emiatt, hogy az hihetetlen. És akkor Pali nagybátyám, a kerékpár meghajtású kapálógép feltalálói. Nem érdekes?
Úgyhogy fondorlatos észjárású volt az én Pali nagybátyám, és egyben óriási pszichológus. Megjött az öreg, a húsvágó bárd megállt a levegőbe. Pali nagybátyám ott hagyta az udvar közepén a gerebjét. Öreg meglátta, föl a pulzus, lepofozta mind a négy gyereket, és utána nyugodtan és harmonikusan a család leült ebédelni. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, nagyon kedvesek! Jó estét kívánok! Ráhúztunk a Vietnámi Balzsam című, hát joggal kultikusnak. Ami nőtt bennem az elmúlt években, az talán csak a szerénység. Joggal kultikusnak nevezhető történetre. Ami következik, voltak éppen egy történelem óra. Tehát nekem az az álláspontom, hogy valahogy a történelmet nem tudjuk befejezni. Nem tetszik, így érdeklődne, de akkor nagy baj van, mert csak erről lesz szó. Tehát azért mondom, ha valakinek előre nem mondják meg, hogy az operában énekelni fognak, akkor ott gáz van. Úgyhogy akkor itt valamit tenni kéne, ugye? Volt egy drága nagybátyánk, Feri bácsi, ő a Maros utcában lakott, az unokatestvéreink pedig a Szénatéren, 44-ben jöttek az oroszok, BBC közvetítette, és telefon még prímán működött. Tamás unoköcsi felhívja Feri bácsit 800 méterre a Maros utcába, hogy az oroszok már a Szénatéren vannak, mire Feri bácsi, hát akkor itt valamit tenni kéne. Ugye, benne van az egész úri középosztálynak a teljes, totális, sokoldalú és enciklopédikus impotencia. De hogy a történelem mennyire nincs lezárva, hát nincs olyan nap, hogy egy bombát ne ásnának ki mondjuk valamelyik pesti nagyobb építkezésnél. És aztán itt van ez a Kádár rendszer, ugye? Amelynek névadójának már a csontjait is ellopták. Most elveszítettük az utolsó harcos Béla bácsit. De ugye még mindig nincs lezárva, hát Béla bácsi még kvázi meleg, ugye? A zsidó elfekvő kórházba halt meg, ez milyen érdekes, az egy ilyen befogadó kórház. Na elég az hozzá, hogy egy picit ezzel a kádárista múlttal, hát elég körülnézni Pesten, hát mi békás megyer, hát a betonba fagyott kádárizmus. Elmegyünk a közértbe, ott van az acskós tej, ami hungarikum, és csak ami drága, édes hazánkban van ilyen. Hol más? Na elég az hozzá, ezzel a kádárista múlttal egy picikét úgy teszünk, mint amikor a budiból kijövünk ilyen álszent arckifejezéssel, miután leöblítettük az anyagot, és utána olyan arcot vágunk, minthogyha odabent nem szörnyű gázok és gőzök közepette ügykezeltünk volna, hanem bokkerini menüetteket játszottunk volna. Na kérem szépen, hát én ezt az álszentséget, hogy úgy mondjam, át szeretném törni, és ha megengedik, akkor a Kádár rendszernek adnám valamifajta átvilágítását az én saját szubjektív históriámnak megfelelően, átvéve mintegy a politomókusok és történészek és egyéb szakfütyülők munkáját. Maga mikor született? 91-ben. Gratulálunk, sok érdekességet fog megtudni ezen a mai estén. Az se baj, ha jegyzetel, ugye, mert én azt szoktam mondani, hogy igaz, hogy az interneten minden rajta van, de ha nem tudod, hogy mit pöttyents be, ugye, akkor baj van. Tehát legalább annyit kell tudni, hogy Kádár János. Jó napot kívánok, előző neve Csermanek. Csermanek János. És mit csináljunk? Ez is egy érdekes dolog. Ez szimpatikus ember volt. Nem volt antipatikus a Kádár, ugye, szemben Béla bácsival. Nem volt egy tenyérbe mászó figura. Ugye? És a másik, amit tőlem szokta kérdezni, akiről azért köztudott, hogy annak a korszaknak sem családom, sem jó magam, nem voltunk nagyon nagy hívei. Ugye, hát én lapítottunk, ugye? Hogy tudok erről mégis ilyen szépen és érdekesen beszélni? Hát ha tudok, apám, ha meg is Sanyi, ne fényezz magad, te Sanyi ez. Na elég az hozzá, hát mondom, mert ez volt a fiatalságunk. Tehát ez az isteni, és ez adja az esélyt arra, hogy a diktatúrák legyőzhetők, bármilyen fiatalt megkérdezed,
élt volna a náci Németországba, élt volna a legdurvább Szovjetunióba. Hát azért a fiatal kora az mindenkinek valamilyen módon szép, ugye? Mert hát itt a tavasz dagada kebel, ugye? Rusztikusabban itt a tavasz dagada. Ez egy lényeges dolog, ugye? És tulajdonképpen egy kamasz gyereket, hát nem is igen foglalkoztat nagyon más, de ezekről még fogunk szót ejteni. Nos, tehát azért szubjektív történelmi alapvetésem szerint a Kádár korszakot négy alapvető tényező tartotta életbe. Mondhatnám, ezek voltak a Kádár korszak alap pillérei. Az egyik volt a házilagos családi házépítés, amiben nem jó kedvünkből vágtunk bele, hanem azért, mert nem volt elég lakás, ugye? Talán még akad itt valaki, aki tudja, hogy átdobunk egy 80 lapátost. Ugye? Az úgy volt, hogy a mama öntözőkannázott, 80 lapát sóder, valaki szórta rá cementet, pif-pif-pif, mert még betonkeverő se volt. Ugye átdobunk egy 80 lapátost. És ezek kalákába mentek, majd a NAV erre is rájön, hogy a kalákabinkát is meg kell adóztatni. De nekem volt olyan ismerősöm, aki 10 évig építette a saját házát, majd 10 évig adta vissza a munkát, tehát egy hétvégén nem volt otthon, és miután mindezeken túllendült, ott ült egy vadidegen nővel egy vakolatlan házba, és azt mondta, hogy anyám, én nem ilyen lovat akartam, ugye? Ezt egyébként a szociológia is ismeri azóta, ugye, ez a házépítés utáni krízis. Ugye, ahogy Gödrös Fici barátom szokta mondani, a házasság egyik szépsége, hogy olyan építőipari beavatkozásokat hajtasz végre a lakáson, amelyet a házasság nélkül nem tennél. Ugye, amely a feleséged nélkül eszedbe se jutna. Miért nem cseréljük meg ezt a két? Szóval nem cseréljük, aztán nem cseréled, ugye? Mert miért nem? Na jó. És ugye milyen rossz vélemény volt ezekről a sátortetős házakról? Hát, hogy egy analógiát mondjak, szegény Csepregi Évával egy órát kellett Szentendrén beszélni. Repült a Cápaurus Citroenen. Ezt próbált feldolgozni agyilag. Én tudom nektek a Star Wars, meg Matrix, meg izé, de az, hogy a Cápaurus Citroenből kinyílik a szárny, és Fatoma elrepül, mi azt hittük, hogy meghasad a mennybolt, vagy a mozi teteje, vagy bármi, és akkor Zsűv ledobta a kalapját, a kalapon ilyen kanásztáncot rejtett, hogy Fatoma, Fatoma! Na, én ebből azt szűrtem le magamnak, hogy a francia nyelv leglényegesebb eleme, hogy az ember sokat és sűrűn harákolj. Úgyhogy az első órán felszólított a francia tanárnő, mire mondtam, hogy Na így egy fél órát elbeszélgettünk, és a tanárnőben az a kép alakult ki, és nem alaptalanul, hogy itt tulajdonképpen személyemben egy francia fiatalemberről van szó, aki valamilyen téves kódolás folytán Budapestre diszidált, és itt a magyar közegben ugye egy kicsit megromlott a franciasága, és ezt kívánja most ugye felfrissíteni egy kezdő francia nyelvtanfolyam keretében. Haladtunk előre a körúton, 10:30 volt, joggal éreztük úgy, hogy az iskolában már csak adminisztrációs zavarokat keltenék. Ugye? Mert vagy be se menj, vagy maradj ott egész nap. Ugye? De délbe bemenni ilyen, az nem jó. Ugye, hogy mondjak egy analógiát, módosabb gyerekeknél volt ilyen dobozos mokka cukor. Na most, hogyha a felső sorból hiányzott egy negyed, és azt leloptad félre, akkor a nagymuter megölt. De a nagymuter mélységi látása korán sem volt olyan jó, ezért egy teljes sort kellett ellopni, és egy sorra lejjebb előállítani a háromnegyedes status quo antét. Hozzátéve, hogy az én nagyapám, Tatyi nagyapám az első világháborúban mélységi felderítő volt, és mindig elmondta nekünk, hogy a mélységi felderítéshez négy dolog kell. Egy jó távcső, egy jó térkép, egy jó iránytű, és egy f***i, aki megmondja, hogy hova csába kell menni. Na ez volt a mélységi felderítés.
Egyébként, hogy apai nagyapámat is ide fűzzem, az ő idejükbe az intelligens cukorlopás sokkal nehezebb volt, mert akkor még süvegcukor volt. És volt egy nyughatatlan nagybátyám, Pali bácsi, a kerékpár meghajtású kapálógép feltalálója. Akkor még rövid nadrágba kellett járni, és nagy hidegbe fekete harisnya, és ha az kilukadt, azt ő tussal befestette. Ma azt mondanák rá, hogy emós, nem? Tehát, hogy egy kicsit alternatív. Na most ő éjszaka rosszul aludt, és egyébként is állandóan azt hitte, hogy éhen fog halni. Ő éjszaka kiosont a konyhába, ott volt a 12 cukorsüveg. Origámi művészeket megszégyenítő leleménnyel kicsempészte ezeket a celofánból. Drótot izzított a tűzhelyen. Mindegyikből levágott egy centit, sugárral felmérte, tinta ceruzával előrajzolta. Majd visszarakta a celofánt, és legyen ott volt 12 darab látszólag érintetlen, azonos magasságú sülőcén. Ha kicsit hosszan mondtam el, ezzel akartam illusztrálni, hogy 10:30-kor már nem kell bemenni az iskolába. Na, és akkor haladtunk tovább a körúton, és betértünk a Szófia utca és a körút sarkán ma is meglévő patikába. Gyakran jártunk oda. A patikákat a kommunizmus valamilyen hibaszázaléka folytán nem sikerült kisbaltával apró darabokra szétverni, mint mindent ebben a hazában. Megmaradt a gyönyörű bútorzat, középen American Heating folyton égő kokszkályha, kis sarokban tonettasztal három székkel, kancsóban párálló víz, metszett poharak. Na mi oda behatoltunk, és grátiszett frankó elfogyasztottunk 6-8 pohár vizet. Senki nem foglalkozott velünk, néha így a homlokunkhoz kaptunk, hogy valami bajunk lenne, de nem foglalkozott. Ha valami tanár bejött, akkor mondtuk, hogy a Tibi beteg, és kísérjük haza, és most mondták, milyen rendesek vagyunk, de nem jöttek be a tanárok, mert ez már kicsit messze volt. Tulajdonképpen kávéházi életet éltünk, ugye, ahogy a bécsi mondás tartja, mi a jó a kávéházban, az ember nincs a családja körében, és még sincs szabad levegő. Tehát ezt csináltuk mi, és néztük a körúton az embereket. Régi ilyen húzogatós pénztárgép volt, az volt a ráírva, hogy National, ugye azt nem tudtuk, hogy az National, és amikor csöngetett, akkor a fiók neki ütközött a direktrisz hasának, mi még ezt is erotikusnak találtuk. Tehát ez is érdekes volt. Na most volt a patikázásnak egy másik folyamánya, hogy kicsit ott szipákoltunk. Tehát ott érdekes illatok voltak. Lehetséges, hogy ekkor kezdődött psychedelic korszak. Amit egyébként a hófehérke fokrémmel kezdtünk, amiből egy filtubussal is bedobtunk. A hófehérke fokrém az a gipsznek és az eperlekvárnak volt egy ilyen pikás elegye, ami egyébként fogtisztításra szigorúan alkalmatlan. Utána előre léptünk, és jött az úttörő dekorációs szakkör, ahol relatíve bőségbe kaptunk technokor rapidot, amiről nem tudtuk, hogy annak ilyen érdekes pupillatágító oldala is van, vagy ilyen érdekes hatásai is vannak. Tulajdonképpen ösztönös marxisták voltunk, ugye, nem tudtuk, de tettük, és akkor egy fél tubussal így benyomtunk, és attól már olyan elég vidám hangulatban ragasztottuk a fekete fotokartonokra a szovjet híradóból kivágott Gagarin képeket. Volt egy másik vonatkozása is a Technokor Rapidnak, hogy száraz állapotban isteni műpuckot lehetett belőle csinálni. Tehát az egyik volt a kis zseblámpakörte, az is érdekes volt, de ilyen szárazból jó étvágyt kívánok, ilyen műpuckot lehetett betenni, úgyhogy egyszer az egész osztály bepuckozta magát, és bejött Fóka Pétyó drága fizikatanárnak, és mondta, jesszusom, kitört az influenza járvány. Ahogy tetszik mondani a drága tanár úrnak, mi fáradnánk is haza. Na most, itt a patikában végre sikerült szárba szökkentenünk régi vágyunkat, és 10 forintért vásároltunk 4 tégely vietnámi balzsamot. Ez csak is kizárólag annak volt köszönhető, hogy előző nap Mohikán nem volt kint a Hunyadi téren.
Mohikánnal a Snur nevű szerencsejátékat kellett folytatni, amikor pénzeket kellett dobni a falhoz, aki a legközelebb volt, az rázta az elsőt, és így tovább. De Mohikán olyan volt, mint az IMF, tehát ha vesztettél, nem volt probléma, ha nyertél, akkor Mohikán közölte, hogy nyerőben nincs elmenés. Ő nem azt mondta, hogy vegyél még fel egy pici kölcsönt, és maradj infúzión, hanem megvert. Úgyhogy gyakorlatilag mi minden egyes Snurparti után ugyan sokat okosodtunk, de ruppótlanul távoztunk a hüvegítéről. Előző nap Mohikán nem volt szolgálatban, ezért közösen volt 10 forintunk, úgyhogy ebből tudtunk venni 4 tégely vietnámi balsamot. Na, ballattunk aztán tovább, a csarnok oldalában volt egy trafik. Ott dolgozott Mazalán bácsi, első világháborús hadirokkant volt, és akkor még lehetett zacskóba szára venni cigit. És mindig így belefújt a papírzacskóba, mindig vajas zsömlét evett, ezt nem tudom, hogy a csába csinálta, pedig mentünk több napszakban. És most úgy gondoltuk, hogy a nagy eseményre való tekintettel vásárolunk egy egész doboz cigarettát, de az egész doboz cigaretta az csak a sport lehetett, mert az 240 volt, ez ilyen feleméretű cigaretta volt, tehát gyakorlatilag ilyen csomagolt deck vagy rigó. Egyébként érzik a rendszer mély romlottságát és Jánusz arcúságát, hogy egy ilyen súlyosan egészségkárosító készítmény, mint a cigaretta, sport névvel illet. Annyi igazság volt a dologban, hogy ebből valamit kiszippantani, az valóban sport volt, de nekünk itt nem nikotin bevételre volt szükségünk, ugye sokkal inkább a gesztusoktól reméltünk valami fajta bátorságot mindahhoz, ami előttünk állt, nevezetesen a célzott lokális vérbőség. Na, az imént vázolt accessoárokkal felvérteződve, felballagtunk Dőri Tibiék Hunyadi tére egy harmadik emelet 24 per Béla alatti bérleményébe. A szülők nem voltak otthon, de nyomukat viselte a lakás minden szeglete. Tibi bácsi valamikor csendőr volt, akkor a keze volt, mint egy péklapát, de akkoriban a történelem forgószele, hogyhogy nem, éppen a filatorigáti tüzéptelepre helyezte, ahol ő mint zsákoló tevékenykedett. Este hullafáradtan hazajött, és bármi történt, mind a három fiát végig pofozta. Azt mondta, nekem nincs arra időm, hogy este már vizsgáljam, hogy ti milyen disztóságot csináltatok, valamit biztos, és akkor láttam, hogy pofoz egy profit. Tehát ő nem lenged, hanem ha csak a tenyerét rá ejtette a fiaira, az már egy könnyebb magyarázkodás volt, ugye? Tehát a kezét úgy hussantotta végig, amikor a Dudaparton ugye kacsakővel próbálunk kinyitkázni, így trrrr, mint a gépfegyvert, és ami ott voltunk, kaptunk mi is. És mondtuk, hogy Tibi bácsi üsse a sajátjait, neked se árt, neked se árt! Borzalmas volt. Na most Tibi bácsi